Kedves nézőim, kedves hallgatóim, sok szeretettel üdvözlöm Önöket, és mindig örülök, hogy együtt vagyunk, és tanulunk együtt egészségünkért. Ennek az órának azt a címet adtam, a gyógynövények és a gyógyító táplálékok. Jóisten megadta nekünk a fűben, fában az orvosságot, mint ahogy régen is mondta a bölcsmondás. A természetben nagyon sok növényi gyógyszert találhatunk, szinte minden betegségnek megvan a maga gyógyuláshoz vezető hatóanyaga. Röviden azért, de szeretnék egy kis magyar gyógynövény történetről is beszélni, ahogy valamikor tanítottak bennünket a természetgyógyász vizsgára. Mellius Juhász Péter a 16. században írta az első magyar füveszkönyvet, mely a gyógyító növények neveit és használhatósága is sorolta fel. 1871-ben megjelent az első magyar gyógyszerkönyv. 1928-ban második nemzetközi gyógynövényi konferencia volt Budapesten, amelyen 18 állam képviseltette magát. 1929-ben Brüsszelben tartották a nemzetközi gyógyszerészeti értekezletet. 1937-1940-ben 21 országba exportáltunk gyógynövényeket. Mit olvashatunk a mai gyógynövény termesztésekről? A gyógy- és aromanövények termesztése, feldolgozása, kereskedelme hazánkban még ma is sikerágazat. Az előállított gyógy- és aromanövények egy része tradicionálisan nemzeti termékekként jelenik meg az exportpiacon. Magyarországon a 8. magyar gyógyszerkönyvet 2006-ban adták ki. Az érvényben levő rendeleti szabályozás alapján mintegy 214 gyógy- és illóolaj- és növényfaj tekinthető hivatalosnak, és ezek drogja forgalmazható. Ez mintegy 180-200 hazai növényfajt jelent. Mit jó tudni a gyógynövényekről? Hogy hogyan alkalmazzuk őket, ha betegek vagyunk, és mi bennük a hatóanyagok, amitől gyógyulást várunk. S mit nevezünk gyógynövényeknek? Azokat a növény különböző részeiben felhalmozódott anyagokat, amelyek kedvező hatást gyakorolnak az emberi szervezetben lejátszódó korfolyamatokra, és ezáltal kifejtik gyógyhatásukat. És mit nevezünk drognak? A gyógynövény hatóanyagot tartalmazó rendszerint szárítás, tinktúra, illóolaj, présnetkénti kivonatokat nevezzük annak. A drogoknak az a hatóanyaga, amely a legintenzívebb hatást fejt ki, ez a fő hatóanyag, de sok több mellékhatóanyagja is van. A drogokat nagy részét gyógyszerként használjuk fel, általános felhasználási formájuk a vizes kivonat vagy tinktúra. Külsőleg is alkalmazunk őket, inhalálás, toroköblögetés, borogatás, különböző fürdők, pakolásokra használjuk. A földünkön mindegy 500 ezer virágos növényfaj él, melynek 10%-át, körülbelül 50 ezer növényfajt, igen változatos formában elkészítve különböző betegségek gyógyítására használunk fel. Részben hivatalos orvoslás keretén belül. Mennyire fontos tudnunk, hogy hogyan gyűjtsük a gyógynövényt, tehát ehhez ismernünk is kell a gyógynövényt, hogy melyik részét, tehát virágját, levelét, gyökerét, ágait, terméseit, miket gyűjtsünk. Mit, mikor tanácsos gyűjteni? Tehát a virágot a virágzás kezdetekor, leveléből a virágzás előtt és alatt, gyökérből kora tavasszal vagy késő ősszel. Természetesen a magokat pedig akkor, amikor értek. A gyógynövénykönyv szerint a harmat felszáradása után napsütésben érdemes gyűjteni, nem műanyag zsákba, mert abba beizzadhat, mire hazaérünk, és akkor szárításkor meg fog feketedni. Természetesen a frissen szedett és frissen használt gyógynövényeknek nagyobb a hatásuk, mint a szárítottaknak, de azért minden évben mi is szárítunk. Hogyan szárítsuk őket? Hát természetesen árnyékos helyen, nem direkt napon.
Ha pedig erre nincs lehetőségünk, akkor a sütőben, de csak 35 fokig melegítsük fel a sütőt. Én minden évben szárítok gyógynövényeket, és mindegyiket csavaros üvegben teszem el télire. A mi kertünkben is többféle gyógynövény van, citromfű, majoranna, bazsalikom, tárkony, rebarbara, bors is, és fodormenta is, fekete nadájtő is, és mindegyikből teszünk el télire is. Általában május végén megyünk bodzavirágot szedni, ősszel megyünk csipkebogyót szedni, és így magunk szárítjuk, és padlásra tesszük, szép lassan, nyugodtan kiszárad. Az sem mindegy, hogy a gyógynövényeket hogyan használjuk, hiszen a fehérfagyöngyöt, a csipkebogyót hideg vízbe kell áztatni. Én szoktam este beáztatni, és másnap szűröm le. Van, amit leforrázunk, van, amit pár percig főzünk. Szeretnék érdekes képeket mutatni. Azt mondom, hogy nem mindennapi gyógynövényekről, csak hogy milyen szépen mutatja Balbak az ő könyvében ezeket a gyógynövényeket. Például közismert gyógynövény a gyermekláncfű. A leveleit kora tavasszal salátaként is fogyaszthatjuk. De a levél gyökerével együtt flavonoidokat, keseranyagokat, C-vitamint és inulint is tartalmaznak. És mire tanácsolja? Reumatikus fájdalom, végbélvérzés, a vértisztítása, étvágygerjesztő, máj problémák, gyomorsav csökkentő, vesebetegségre, bizonyos lábak gyógyítására. Nézzük meg ezt a szép képet a vérszegénység gyógyításával kapcsolatban. Miket ajánlanak? Encián, virág és gyökér, verbéna, zsurló, buzavirág, pásztortáska, vérosztó, pimpó, fehér csalán. És nézzük meg, ott van a gép, a nyers csalánlé. A nyers csalánlé a legjobb vaspótló, és utána következik természetesen a szeges alma, amit már többször hallottak tőlem. Citromfű. Nyugtató teakeverékben tanácsoljuk, de sokkal többféle gyógymódra alkalmas. Bél és gyomor és szemgyulladásra, szív-máj problémákra, fej- és reumatikus fájdalmakra, megfázás, köhögés csillapítására, sőt, az idegességre is, ahogy ők írják, a hisztériára is. A tárkony az nem mindenki által közismert gyógynövény, pedig nagyon tanácsos fogyasztani. Fájdalomcsillapító vegyületet tartalmaz. A fogfájás évtizedes gyógyszere. Rágjunk ilyenkor frissen szedett tárkonylevelet. Kisebb vágott sebekre a leveleit rámorzsolhatjuk. A tárkony olaj rutint tartalmaz, amely a hajszálerek falait erősíti. Ezért jó a szívinfarktus és egyes szívrohamok elsődlegesen kiváltó érszükítő lerakodások megelőzésében. Azt mondja, hatékony forrázatot készíthetünk, ha egy-két teáskanálnyi nyers tárkony levelet leforrázunk, 10-15 percig úgy hagyjuk, és mint teját megisszuk. Azt mondja, naponta legfeljebb 3 pohárra fogyaszthatunk, nagyon jó lesz a szívünknek, az ereinknek is. A bíborkasvirág, vagy a kúpvirág úgy van írva, hogy nagyon immunerősítő. Évelő dísznövény, de immunerősítő is. Gyöktörzse az egyik leghatékonyabb növény eredetű immunerősítő szer. Káros mellékhatások nélkül fokozza a szervezet ellenálló képességét, baktérium, vírusölő és gombaölő is. Fokozza a T-sejtek képződését, a falósejtek mikroapusztító képességét, fertőzéses és allergiás eredetű megbetegedések, kötőszöveti gyulladások gyógyítására alkalmas. Fontos szerepe van az AIDS kezelésében, a fehérvérűség és néhány tumorféle kezelésében is. Megóvja a sugárterápiával kezelt betegek fehérvér sejtjeit, így csökkenti a fertőzés veszélyt. Vágások, égések, pikkelysömör, ekcéma, ajaksömör,
nemi szervi herpesz kezelésére is alkalmazható. A kasvirág vegyülete a hialurénsav védi az ízületeket, a gyulladás csökkentő hatású. Alkoholos kivonata gyógyszertárban, bioboltokban is kapható. A következő szeretném bemutatni, a lestyánt. Magja likörökbe, szíverősítőkbe való, de rakhatjuk kenyérbe és édes tésztába is. Salátába, rizsbe és krumplipürébe szintén ajánlható. Levelét ételeinkben ajánlatos tenni. Magjának leveleinek forrázata finom illatosító teaként reuma ellen ihatjuk. Úgy, mint a petrezselyem zöldjét tesszük a levesbe, ugyanígy tehetjük a lestyán leveleket is. Nagyon jó hatású gyógynövény a lenmag. És nagyon sokféleképpen alkalmazható. Már régen elfogadott. Hidegen sajtott olaját is nagyon szeretem, és azt is tudom, hogy omega-3 és omega-6 zsírsav van benne. Koleszterin csökkentő és segíti a jó emésztést. Betegeimnek írom elő diófalevél, ezer jófű, kutyabenge, teák mellé egy kanállal lenyelni. Tehát emésztés elősegítő teák mellé. Miért? Mert legtöbb beteg, aki hozzám fordul, székrekedéses. Mit jelent a székrekedés? Csak úgy közbevetem. Mert úgy tanítom, és úgy gyakorlom, és hiszem, hogy így a helyes, hogy ahányszor étkezünk, annyiszor legyen székletünk. És legtöbb beteg ámulkodik, mikor ezt mondom neki, hiszen örül, ha 2-3 napban van egyszer, és ez a legnagyobb baj. Van ideje a méreganyagnak a nyírókerek által szerte jutni szervezetbe. Az utóbbi időben minden héten készítek lendióvajat, ami biztosítja nekünk az omega-3, omega-6 zsírsavat is. Egyforma mértékben kiturmixolom kevés vízzel, mézzel, és olyan lesz, mint a mogyorókrém. Nagyon finom, reggelinél, vacsoránál fogyasszuk. A lenmagban ABCD és E vitaminban, és gazdag ásványi tartalommal is rendelkezik, kálium, foszfor, magnézium, kálcium, kén, cink, nátrium, klór, mangán, szilikon, rész, fluor, alumínium, nikkel, kobalt, jód, króm is van benne. De hozzáteszem, hogy nekem tojáspótló is, mert egy keveset egy kislábosba egy percig megfőzöm, és ebből szépen tudunk készíteni a nokedlit, vagy fasírtokba is beleteszem tojáspótló. A táplálékodani gyógyító című könyvemben megtalálhatják betegeim, hogy erős köhögés csillapítására nagyon jó. Megfőzött lenmagot egy jó centivel a mellkasra tenni és ráfeküdni, és azt cserélni. Minden köhögést meg tud gyógyítani, biztos tapasztalatom van benne. Emellett nagyon jó az ízületi fájdalmakra is, hiszen én Brazíliában 6 hónapig minden nap csuklón, térgyem, könyököm, bokám, gerincen végig rajta fektettek. Minden délután 1 órakor 1 órát ezen feküdtem. Az arcüreggyulladásban szenvedőknek is nagyon jó a forró lenmaggal bepakolni az arcukat. De hozzáteszem, hogy idegbecsípődése, ízületi fájdalmakra is nagyon tanácsos. A mustár, mint gyógynövény. A neten azt írják, hogy tele vannak értékes hatóanyagokkal a mustár, fokozza az étvágyat, serkenti az emésztést, jó hatással van az anyag cserére, vérkeringés, gyógyítja a bőrgyulladásokat, de én belsőleg egyáltalán nem tanácsolom, nem javaslom, hiszen a befőzés cukor nélkül könyvemben is leírom, hogy izgatja a gyomrot, a beleket és a besét, sokféle betegséget idéz elő, illetve gátolja a betegségeinkből, felgyógyuljunk. Nagyon jó tapasztalatom van a mustár külsőleg való alkalmazásával, hiszen orvosilag is lehet kapni mustár tapaszt. Én csak belsőleg nem javaslom. Nekem, mikor 16 novemberében nagyon elkezdett fájni a csípőm, illetve a fenekem húsa, nagyon megijedtem, hogy kimozdult a protézisem a bal csípőbe, és rögtön hívtam az orvosomat, aki nagyon kedvesen rögtön adott időpontot, megröggenezte és mondta, hogy semmi baj a csípő protézissel, de a gerincben van valami,
és 4 infúziót ad, és meggyógyul, nem lesz semmi baj. Rögtön kérdezte, hogy ki vezeti az autót, és mikor mondtam, hogy én, akkor azt mondta, hogy hát ez baj, mert az infúzió után egy pár óráig nem lenne tanácsos autót vezetni. Hát próbáljam elintézni itthon. Hát mikor ezt elmondta, látta rajtam, hogy ez nem fájdalom volt, ez szenvedés, ez kín volt, nagyon-nagyon fájt. Akkor is. És mégis elkezdtem mosolyogni, és mondtam, hogy tanár úr, nekem infúzió? Azt nem. Hiszen tetszik emlékezni, hogy a viralvadásgátló injekciókat se adtam be magamnak. Majd én csinálok valamit. És hazajöttem, és egy másik orvos ismerősömmel, aki közelebb áll a természetgyógyászathoz, megbeszéltem. És a faszénport, meg mustárt lisztet, meg lendmaglisztet megfőztem egy pár, 3-4 percig sűrű masszává. 8 éjszaka feküdtem benne, nappal nekem nincs időm, és azóta nem fáj. És nem volt egy infúzió se. Karácsony előtt ezt megírtam a tanár úrnak, és visszaért és gratulált hozzá. Igen, gyógynövénynek használom én is a mustárt. Többször elmondtam, hogy az én házamban részemre se gyógyszer, se táplálékkiegészítő, se vitamin nincsen. De van tapasztalatom a gyógynövényekkel, a férjemmel kapcsolatban is. Egy pár éve, amikor mentem a, hát most már a 4. éve, mentem volna kontrollra a csípőmmel, mondtam a telefonban a tanár úrnak, hogy 2 szemét tessék beírni, mert a férjemnek nagyon fáj a térde. Ugye vasmunkás lévén mindig a jobb térdjére nehézkedett 42 évig. És be is mentünk, meg is röggenezte, és mondta a férjemnek, hogy na, fekete úr, tavaszra előírtam protézisre. Ez olyan szeptember-október körül volt, és nem felejtem el, hogy utána rám nézett, és elmosolyogva mondta, hogy ha addig nem csinálnak valamit. És miután eltettük a mustot november körül, elkezdtük egyik este forró lemmagot, másik este hideg agyagot, harmadik este fekete nadájtő krémet tettünk rá, amit mink csináltunk, mert elég sok van a kertben az is. És a tanár úr február végén hívott, hogy mehet a fekete úr a papírokat intézni. A protézis beültetéshez, és az én kedves párom lemondta a protézis műtétet, és azóta is dolgozza a kertet. Nem volt műtét. De csináltunk valamit, tehát kezeltük. Van a kertünkben, nem mondtam az előbb, Mária tövis is. Azt írják róla, hogy minden része ehető. Nagyon jó köhögés, depresszió, emésztési zavarok, epehúlyak, máj bántalmak ellen. Belőle készült olaj és gyógyszerek, mint a legalon, eredményesen védik a májat. Krónikus májgyulladás, májkárosodást, májrákot is gyógyítanak vele. Hát nekünk a kertben van. A magját el szoktuk tenni csavaros üvegbe, és van, mikor ledorálva inkább én kapok be belőle. Ugye édesi apám volt a maláriába, és az én májam egy kicsit érzékeny, de még senki orvos nem kezelt vele. Én igyekszem rendbe tartani. A bazsalikon milyen problémára javasolják? Gyomor és bélbántalom, mandulgyulladás, felreppett mellbimbó kezelésére, fájdalmas vizelés, köhögés, TBC kezelésekre. Szérjünk át a gyógyító táplálékokra. Igen, én szeretném, ha ezen elgondolkodnának, amiket fogok mutatni, képeket. Hogy milyen jó lenne, ha elfogadnák betegeim ezt a tanácsot, hogy 50% nyers gyümölcs reggel este, és 50% nyers zöldség délbe, mikor táplálkozunk, mert gyógyszerek is ezek. Nem sokára fog érni a földi eper, hiszen már lassan levirágzik. Mire jó a földi eper?
húgyhólyagkő, epehólyaggyulladás, köszvény, artritis, májgyulladás, virszegénység, bélférgek, galantférek, hasmenés, vizenyes tüdő. Gyógynövény? Igen. Mire jó a fekete ribizli? Hála jó Istennek, nekünk sok lesz, úgy néz ki most is. Rekedség, mandula, megnagyobbodást írnak elő, reumatikus fájdalmak, artritis, daganatok, köszvény, étvágytalanság, emésztőszervi fájdalmak, májgyulladás, sárgaság, vántóláz, húgyhólyag probléma, lép betegségre. Mire jó a málna? Az száj aljak gyulladásokra, torok problémákra, fogin gyulladásra, hasmenés, bélkolika, köszvény, reumatok, májgyulladás, szemgyulladás, pekélyek, sebek kezelésére, ekcéma, bizesedés, vese, húgyhólyag betegségei gyógyítására. És ami magyar gyógyító gyümölcsünk, az alma. Tessék nézni a képet, TBC, bronkitis, köhögés, vizenyős tüdő, légzőszervi gyulladások, agyi vérszegénység, szívbetegségek, gyengeség, palpitasszal, arteriosklerózis, kimerült idegrendszer, reumatikus fájdalmak, reflux, szemgyulladás, aranyér, vese, húgyhólyag problémák. Tudnunk kell, hogy a mi piros almánk nagy érték a szívünknek. Balbak Alfrédnak egy könyve, és dr. Boraim együtt írták, a betegség megelőzése vagy gyógyítása a című könyvben. Ezt mutatja a képen, amit most mellékelek is, de szövegben le van írva, hogy mi jó az angina pectoris. Azt mondja a zöldségnél, hogy a fokhagyma, a sárgarépa és a padlizsán, és a gyümölcsnél a citromot és az almát, de hála Istennek fényképen is mutatják, tehát a mi piros almánk nagyon jó a szívnek, semmi szó nincs itt a gránátalmáról. A mi piros almánk. A görög dinnye és a sárga dinnye Brazíliában az ilyen monofágikász egyedülálló gyümölcsnek mondható. Mire jó a görög dinnye? Láz, vese probléma, légzőszervi betegségek, reumatizmus, köszvény, húgyúti betegségek, reflux, gázos pegyhűt belekre. És a sárga, itt mindenféle májbetegségről mutatja, májgyulladás, sárgaság, epekövek, fájdalmas menstruáció, reflux, láz, gyomor, bélproblémák, húgyúti problémák, belső vérzések, étvágytalanság. És a nagyon kedvelt körte, magas vérnyomás, étvágytalanság, vértisztítás, tehát hasi nyomás érzés, emésztési problémák, húgyhólyag, húgyúti gyulladások, vesemedence gyulladás. De szeretném a magas vérnyomásnál még kiemelni, hogy a körtefa levél teja is csökkenti a vérnyomást. Sárga barack, fülfájás, vizesedő lábak, vérszegénység, reuma, torokgyulladás. Szőlő a kedvelt növény, tejnövelő, szaporító az édesanyáknak, májbetegségek, bronkitis, TBC, de nagyon jó a szívnek is. És a dió, többször hallották tőlem, és a Gyógyíthatatlan című könyvemben foglalkozok vele, hogy a dióban a legjobb a kálcium-foszfor-fehérje arány. Tehát nagyon jó a csontoknak, csont és TBC-re is, vérszegénység, száj, fogingyulladás, sebek, fekélyek, végbélvérzés, giliszták elhajtására, hasmenés megállítására, artritis, köszvény. Otthon a édesanyám még udvarán volt fehér fai eper, nekem feketébe van, szerintem a se rosszabb. Az is nagyon jó a lázra, a maláriára, hasmenésre, vérhas, törökgyulladás, magas vérnyomás csökkentés, sebek, csontfájdalmakra. A méz, anyatejnövelő, köhögése nagyon jó. Fáradtságra, értelmi képesség növelésére, nyugtalanságra, sebekgyógyítására, szívbetegségekre. Térjünk át egy kicsit a zöldségeinkre is, a kedvelt paprika, eszkorbútra, végbélvérzésre, gázos belekre, emésztés elősegítő, bőbetegségekre, nyugtató, ugye C-vitamin tartalma van. És a sárgarépa, máj és epebetegségekre, gyomor és nyombélfekére, étvágynövelő, vesebetegségek, bélférgek, látásjavító, köhögés, légszűm, hasi nyomásérzés,
fertőzések kezelésére, bőrbetegségekre. Természetesen nyersen és nem por alakjában. Csak hát meg kell pucolni, kedves hölgyeim. Karfiol nem hiába nagyon szeretem. Reflux, emésztőszervek gyulladása, hasi nyomásérzés erősíti a fogakat, a csontot. Gazdag ásványanyagokban, vitaminokban erősítő táplálék. A padlizsán a szív gyógyszere, csökkenti a koleszterin szintet, hasi nyomásérzést, vese, húgyvezetéki problémák, májgyulladások, gyomor problémák, nyirokmirigy gyulladások. Szeretnék még itt egy pár gyümölcskúrát bemutatni. Én is, mikor kint voltam, csináltam, hogy 21 napig csak szőlőt ettem. Tehát amikor gyümölcskúrát csinálunk, akkor 3 óránként tesszük a gyümölcsöt, és még plusz folyadékokat iszunk. De nem eszünk semmi mást. A szőlőkúra nagyon jó a nyirokcsomó duzzanatokra, szívbetegségek, angina pectoris, vértisztítás, májbetegségek, köszvény, epe és vesekövek elhajtására. A körtekúra megint a szívbetegsége, az ödémás lábak, vízhajtó, vese, magas vérnyomás, arteriosklerózis, köszvény, reumáka. Az almakúra, fejfájás, köszvény, húgysav, hasmenés, béltisztítás, cukorbetegség, bőrbetegség. Hát a banánkúrát utoljára hagytam, nem is igen, nagyon tanácsolom, mert nagyon messziről hozzák, és ez már nem az igazi. De azért elmondom, nagyon jó az idegi problémákra, a gyerekek emésztési problémájára, idegzsábára, vértisztítás, vesebetegség, idegességre. A Jóisten megadta kis hazánkban is mindazt, ami a mi szervezetünkre nagyon áldásosan hat. Azért próbáltam most ezzel foglalkozni, hogy ébresszek fel mindenkit, aki város valakik is, nagyon jó kirándulás kimenni és gyógynövényeket szedni, meg lehet szárítani ott is. És igaz, hogy a fák vagy a gyümölcsfák permetezve vannak, de akkor is élő vitamin van bennük. Nem tabletták, nem porok, nem vegyileg vannak összeállítva. És bármennyire kedvelik a sok állati terméket, az állatok is permetezett növényeket fogyasztanak, és még beleteszik a saját betegségeiket is. Nézzék ezeket a képeket jól át, ne felejtsék, van gyógymód, amit a Jóisten adott nekünk. Minden ember számára el kell készíteni őket. Kívánom, hogy tanáljanak örömet a gyűjtésében, a szállításában, a fogyasztásában, nem utolsó sorban, a gyógyulásban. Köszönöm, hogy velem voltak. Mindenkinek viszontlátásra.